Megnyugodtál, hogy Puszi visszajött? Most biztos boldog vagy. Soká volt távol. Mondta, hogy hová megy? Nem, hogy ne féltsen. Egy lapot sem írt. És azt hiszi, hogy így nem aggódsz és nem félted? De most biztos boldog vagy. Minden a régi kerékvágásban. Imádom ezt a dalt. Tudom, édesem. Jackie-re gondolsz. Most mi bajod? Azt várj, hogy én boldog vagyok, míg te özvegy lettél? Keszere, szere. Legyen, ahogy lennie kell. Gyönyörű hangja van, és jó képű is. Tudtátok, hogy vak? Jézusom! Angie, szent ég! Szerintem már egész jól hozzá. Hogy te mekkora egy balfasz vagy, Rozali? Nem örülök, hogy Szel hazajött. Angie. Szomorú és depressziós vagyok. Már az öngyilkosságra is gondoltam. Faszom beléd! Zabáld a kajádat! Ó, Isten, bocsássa meg! Amikor hazaérkezett, az emeleten voltam. Hallottam, hogy bejön, és azt mondja, megjöttem. Hány hangerem lett? Annyit aggódtam, imádkoztam, érte rettegtem, hogy talán már halott. Összetört a szívem, és azt kívántam. Bár csak halott lenne. Évek óta így jön és megy egyetlen árva szó nélkül. Hogy teheti ezt velem? Próbálj közelebb kerülni hozzá. Mit szelsz? Figyeljetek! De a gyerekeimnek egy szót se erről. Daganatot találtak a hólojamnál. Jézusom! Elküldtek vizsgálatra, pár nap múlva lesz meg az eredmény. Természetesen szóltam Szelnek. Elszörnyedve csak annyit mondott, hogy Atya, Úristen! És aztán, mintha mi sem történt volna, nyugodtan tovább olajozta azt az átkozott zsebkését. Meg sem kérdezte, hogy hogy vagyok. Nem ölel át, nem simogatja meg az arcom. Mit akarsz most tenni, Angie? Gyűlölöm azt az embert. El akarok válni.